a magyarországi szemilológia vezetőjének. Mi a Magyar Anonimus, a nemzetközi kezdeményezésekkel összhangban háborút hirdetünk a szemilológia egyháza és annak fedőszervezetei ellen. Alapvetően ugye itt nem ismeri senki a másikat, ez egy internetes szerveződés, mindenki van egy nick neve, és így szólítjuk egymást, így beszélgetünk, hogyha találkozunk. Ugye többen saját maguk is voltak bent ebben a szervezetben, illetve nagyon sokan családtagjukon keresztül ismerték meg ezt az egész szervezetet. Hát nekem nem személyes találkozom volt velük, én elkezdtem olvasni egy internetes blogot, és annyira megfogott a téma, hogy három napig semmi más nem csináltam, csak ezt a blogot visszamenőlegesen olvastam. Ez, ami igazából engem megfogott, volt egy kétgyermekes apuka, egy fiatal mérnök. Ez a fiatal mérnök a távközlési cégnél dolgozott. Egy nagyon okos ember egyébként, az év dolgozója volt többször, egy nem kis távközlési cégnél. És amikor nem bírta ezt a nyomást, ugye ő is megzakkant. A végaz az lett, hogy leöntötte magát benzinnel és meggyújtotta otthon. És ugye ezt a történettel találkoztam először, megismertem a szüleit egyébként. Borzasztó. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy itt tenni kell ezzel a valamit. És miért kell az állarc? Az állarc az azért kellett, mert a külföldi tapasztalatokból kiindulva a tüntetéseken megjelenő anonimuszokat elkezdték zaklatni, követni, próbáltak befolyást gyakorolni rájuk, hogy ne menjenek ilyen tüntetésekre, voltak, akiket betereltek, és mi úgy voltunk vele, hogy lehetőleg a legkevesebbet tudják meg rólunk. Voltak atrocitásaitok ezzel az állat használattal kapcsolatot? Meg kipróbálták deríteni a szientológusok, hogy kik vagytok? Igen, ez szinte minden alkalommal. A legelső tüntetésen, amikor véget ért, és ugye mi távoztunk taxival, akkor egy jó másfél órát kocsikáztak a taxi mögött, hogy megtudják, hogy kik lehetünk, mikor szállunk ki. Miért tartod veszélyesnek a szientológiát? Hát egyrészt azért, mert aki először találkozik vele, csak a jó oldalával találkozik. Itt a dienetika, az egészséges életmód, a droghasználat megszüntetése, ez csupa jó dolog. De az, amikor belekerül az ember és elkezd ebbe az egész szervezetben minél jobban belemélyülni, csak azt vettük észre, hogy vagy anyagilag mentek le, vagy szellemileg. Harmadrészben pedig maga az a eljárás, amit a volt tagokkal, azokkal, akik akár csak egy rossz szót is szólnak rájuk, azok elleni fellépéssel, én azt gondolom, hogy ez manapság már nem megtehető. Mindenkinek van egy véleménye, szabad véleménynyilvánítás van, demokrácia van, akkor ők meg akarják rendszabályozni azokat, akik nem értenek velük egyet. De akkor akár szerinted mi is számíthatunk arra, hogy egy ilyen film után, vagy cikk után elkezdenek minket támadni? Akár. Az biztos, hogy rákerültek egy listára, mint a szientológia ellenségei. A szientológián belül van egy szervezet, az úgynevezett OZA, ez az ő saját titkos rendőrségük. Ebben a nyilvántartásban biztosan meg fognak kerülni azok, akik a nevüket adják akár egy ilyen cikkhez, akár egy riporthoz. Tegyük fel, benn van a nevünk ebbe az OZA-ba, akkor mi történhet az eddigi tapasztalatokat? Megpróbálnak lejáratni. Magyarországon annyira nem mentek el olyan szintekig, mint hogyha az internetet, a YouTube-ot megnézzük, ott nagyon sokszor kimentek a lakásra és elkezdték zaklatni az ellenünk fellépőket, és hát ugye kamerával mentek, lögdösték a másikat, próbáltak pszichikai hatást mérni rá, hogy az megijedjen, ordítottak vele. Nagyon sok ilyen videó felelhető az interneten, meg lehet nézni. Iszonyat pénz mozog ebben a bizniszben, ez a szekta bizniszben. Nagyon sok pénz, hát csak megnézzük azt, hogy mennyi pénz gyűjtöttek össze erre az ideált budapesti ideális olgra, ugye ami használhatatlan. Úgyhogy azt hiszem már a milliárd fölötti összegről beszélgetünk. Azt, ha valaki okosan kezeli ezt a pénzt, azon szétkamat van, amit a felső rétegedből akár vissza is kaphat. Ahhoz, hogy valaki évekig szientológus legyen, azt gondolom, hogy valamiféle fanatizmus kell. Mindenféleképpen. Ahhoz, hogy valaki évekig a szientológia ellen harcoljon,
ahhoz kell fanatizmus, vagy elkötelezettség? Elkötelezettség. Valami? Én azt gondolom, hogy elkötelezettség kell. Én nem gondolom például magamat fanatikusnak. Én azt, hogy mondjam, nehezebben viselem talán, mint az átlag, hogy látom a saját szememmel, hogy hogy tesznek tönkre embereket, családokat, és talán egy picivel többet szeretnék nyújtani, hogy ne kerüljön mindenki ebbe a csapdába bele. Próbálják ugye ahhoz az amerikai szervezethez igazítani, hogy itt a magyarországit, itt is, hogyha megnézzük, ugye, hogy kik szientológusok van, köztük egy-két ismertebb név, ugyanígy a politikával, ugye ők is folyamatosan nyomulnak, próbálnak ilyen-olyan társadalmi szervezetként föllépni, támogatásokat szerezni, kapcsolatokat építeni. Itt kevésebb, sokkal kevesebb sikerrel, azt gondolom. És Lomnici Zoltán gyakran megjelenik ezeken a drogfutásokon. Én azt gondolom, hogy nem tudja, hogy mi vesz részt. Ugye volt ilyen a mostani köztársasági elnökünk is, hogy kiállt mellettük, aztán gyorsan próbált ezt egy kicsit finomítani a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy ő se tudta, hogy drogmentes maraton ez miről szól, de nekik a végcél az az, hogy itt adatokat lehet gyűjteni, és azért, ha megnézzük, hogy milyen kérdőíveket töltettek ki a gyerekekkel, akkor onnantól kezdve azt gondolom, hogy ez, nekik a fő céljuk az ez volt. Ha nem lesz egyház a szientológia, akkor elveszitek a maszkot? Ez jó kérdés, nem tudom. Nem biztos, hogy levenném, mert attól még, mint szervezet nem szűnik meg. Attól még maga ez a felépített biznisz egyház, biznisz szekta, ez attól még működni fog. Csak nem mint egyház, hanem szientológia Kft. Vagy nem tudom.